Hi everyone, I'm Rebecca McGough. Üdvözlöm Önöket a Business Line műsorában Dubajból. Az üzleti kilátások a koronavírus korában nem túl jók, de ez nem csak rosszat hoz, mert sok cég új lehetőségeket talál az e-kereskedelem területén. Megváltoztak az üzleti és a fogyasztói magatartás tendenciái a világjárvány idején. Láttuk a negatív hatásokat, de milyen fontos új trendek vannak a fogyasztók és a vállalkozások szempontjából? Helytelen lenne azt mondani, hogy a gazdaság egészét negatívan érintette mindez. Vannak olyan szegmensek, szektorok, amelyek valójában emelkedést mutatnak. Mondok egy példát. Itt vannak ezek az otthoni szórakoztató streaming platformok. 3 hónapja nekem volt 1, és ma már 5 van. Biztos vagyok abban, hogy sok hozzám hasonló fogyasztó létezik, akik megváltoztatták a viselkedésüket. Tehát vannak olyan szegmensek és ágazatok, amelyeknek ez hasznot hoz. És egyértelműen vannak olyanok, az utazás, vendéglátás, idegenforgalom, amelyekre negatív hatást gyakorol mindez. És ezeknek meg kellett változtatniuk az üzleti modelljüket. Nincs jobb motiváció, mint a túlélés. Sok olyan hagyományos bevételi forrás, amely fizikailag odalátogató ügyfelekre épül, már nem létezik. Nemrég közzétett jelentésük szerint a készpénz nélküli fizetést igénybe vevők száma robbanásszerűen megnőtt. 10 megkérdezettből 8 azt állítja, hogy aggodalmasnak találja a készpénz használatát, mert nem biztos abban, hogy az elég tiszta-e, hogy elég biztonságos-e, és így tovább. Nagyon érdekes, hogy a fogyasztók 70-80%-a azt mondja, nem fog készpénzt használni. Ez egy időszak. Az ügyfelek szerint a szokások változnak, és jó irányba fognak alakulni. Sok változás pedig új szegmenseket, iparágakat is létrehoz. A szórakoztatóipar nagy része egyszerűen nem fér össze a társadalmi távolságtartással. Ez a zsúfolt játszóházak és a fesztiválok végét jelenti. A világ egyik legnagyobb produkciós cégét kérdeztük a témában. Ha egy nagy rendezvényen vettünk részt, legyen az popkoncert, olimpiai megnyitó vagy egy Broadway produkció, valószínűleg a Production Resource Group szervezte. A világjárvány hogy érintette a céget? A cég működése teljesen leállt. Tudjuk, hogy átlagosan hetente 15-20 millió dollár bevételt érnénk el, és most pedig totális leállás. Embereket kellett elbocsátanunk, ahol éttermek és bárok nyitnak ki, de be kell tartaniuk a társadalmi távolságtartás szabályait, ott lehetetlen színházi produkciót vagy egy Broadway showt működtetni, még akkor is, ha minden ülőhelyet elválasztanak egymástól. Azt hiszem, ez mindannyiunkat megváltoztat. Jót fog tenni a cégnek, mert most másképp nézzük a dolgokat. Sokkal több lehetőséget látunk a streamingben. Sokat el lehet érni a mai technológiával, és az emberek ráébredhetnek, hogy sok mindent egyszerűbben is meg tudnak valósítani. A cég felajánlotta a gyors kitelepüléssel kapcsolatos tudását a járvány idején Berlinben és New Yorkban. A produkciós ágazatban mindent úgy csinálunk, hogy az csupán átmeneti. Tehát ha márciusban 2 éjszaka Dubajban megy egy show, akkor felállunk ott, megcsináljuk, levonulunk és átmegyünk Abu Dhabiba. Minden a felépítésről és az improvizációs képességről szól. Amit a berlini kórházban tettünk, elláttuk az infrastruktúrát, hogy az orvosi személyzet dolgozhasson és létrehozhasson egy ideiglenes kórházat. Nos, nagyjából ilyesmit csinálnánk egy YouTube vagy Coldplay koncerten is. Mindenki biztos volt abban, hogy ezt meg tudjuk csinálni. But nonetheless, everybody said, sure, we can do that.
a cégvezetők áttekintik a helyzetet, és erőforrásaikat adaptálják, más módon hasznosítják. És mivel az emberi érintkezést világszerte minimálisra csökkentik, a gépek töltik ki az űrt. Vajon ez globálisan a robotok felemelkedéséhez vezet? A robotok és az automatizálás része annak, ahogy a különböző vállalkozások alkalmazkodnak a társadalmi távolságtartáshoz. Így kevesebb az emberi érintkezés. Öt robotunk van, de volt 10 is. Ez a rendelkezésre állásoktól függ, és jelenleg néhányuk kint dolgozik. A kiszállítással és a begyűjtéssel foglalkoznak, mióta bezártuk az üzletet április 1-én. És jó 2 hétbe telt, míg beállítottuk a bolt kiszállítási és rendelési rendszerét. A robotparkolók és takarítók jó hatással lehetnek a vírus terjedésének megakadályozására. Telly teljesen önálló mobilrobot, amelyet úgy terveztek, hogy segítse a kereskedőket a leltár elkészítésében. Segít, hogy a termékek mindig a megfelelő helyen és a korrekt árcímkével legyenek elhelyezve. Most nagy az igény az automatizálásra és a jobb adatátvitelre a kereskedelemben. Ez megnöveli a robotika alkalmazását. Az embereknek továbbra is megvan a helyük a munkában. Nem akarjuk helyettesíteni az embereket, és az ezzel próbálkozó cégek gyakran kudarcot vallanak, mert az emberek rugalmasak, és sok más feladatot is el tudnak látni. Tehát fejlett eszköz vagyunk, ami lehetővé tesz jobb termelékenységet, a komplex feladatok elvégzését, amikben a robotok nem jók. Az automatizálás és a robotika felfutása globális. Oroszországban a munkahelyeken és a buszmegállókban intelligens hőmérséklet ellenőrzőket telepítettek. Kínában egy 1,3 millió négyzetméteres 5G irányítású intelligens kikötőben automatikus a kirakodás és tárolás. Rendkívüli időkben rendkívüli megoldások születnek. Ennyi fért ma a Business Line adásába. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra! I'll see you then.